Hűtőházból érkezett körtéből készül a pálinka jelenleg az érpataki főzdében. Ebben a gépben 10 óra alatt nagyjából 240 liter készül el belőle. Az elmúlt 2-3 évben számos dolog volt negatív hatással a kereskedelmi főzésre. 2019. januárjában a pálinkára is bevezették a népegészségügyi termékadót, ami sokként érte a főzdéket. 2020 márciusában a koronavírus járvány megjelenésével aztán egyik pillanatról a másikra bezártak az éttermek, szállodák és más olyan helyek, ahol pálinkát forgalmaztak. Tavaly pedig már a gyümölcsára is jelentősen megnőtt az alma kivételével, mintegy 20-25%-kal. Az alapanyagár drágulás mellett azonban más tényezők is befolyásolták a főzdéket, így a forint romlása az euróhoz képest, valamint az energia és az üzemanyag árának emelkedése. A mi esetünkben a gyümölcsár növekedés, az árfolyamból adódó, a szállítási költség, tehát az üzemanyagnak köszönhető a drágulás miatt, meg hát azért minimál, vagy béremelésekre is sor került, bár nekünk minimálbéres munkatársunk, illetve szakmai minimálbérrel rendelkező munkatársunk nem volt, de ugyanakkor béremelésre sor került ez év januárjától. Tehát ezt az egészet így egy kalapba rakom, akkor a pálinka esetében, a mi esetünkben február 1-től sajnos 10%-os nettó árbevét, vagy a nettó ár emelése sor kell, hogy kerüljön, mert másképp veszteséggel, vagy legalábbis a nyereséget annyira lerukáltuk, hogy nem fenntartható a tevékenység. Tehát ez nagyon komoly, nehéz 3 év, de az elmúlt 2 év az egy katasztrofális helyzet volt. Hordókban és különféle méretű, formájú üvegekben a kész pálinka. Elsősorban megyből, almából, körtéből és szilvából készül itt az ital. A piac jócskán átrendeződött a Covid hatására, a pálinka értékesítése a szállodák, éttermek irányából, a dohányboltok és élelmiszer kiskereskedések felé mozdult el, amelyekben ugrásszerűen megnövekedett az eladásuk. Az értékesítési helyek mellett a fogyasztók preferenciái is megváltoztak az elmúlt időszakban. 5 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 3. helyen volt a pálinkának a fogyasztása, most a 6. helyre csúszott vissza, legalábbis én a mi piac felméréseinkre, meg különböző felmérésekből ezt látom, a vodka, whisky, rum, gin, keserű, és utána következik a pálinka. Sajnos ez a nemzeti talának ez egy nagyon komoly ütés, ha lehet ilyet mondanom, tehát erre föl kell készülni, én azt gondolom, hogy ezzel mi nem fogunk tudni egy kereskedelmi whiskyvel versenyezni az alapanyagár miatt. Igazából nincs benne olyan tartalék, hogy marketing eszközökkel, még például egy külföldön származó whiskyt, legyen az skót vagy amerikai, vagy írviszki, ezzel mi nem tudunk versenyezni. Noha több mint 30 éve pálinka főzéssel foglalkozó zsindelyes eladási számaiban hektoliterben mérve nem látszik a járvány hatása, átrendeződés itt is bekövetkezett. A top termékek értékesítése drasztikusan visszaesett, helyett az alacsonyabb áru italok és a tömegfogyasztás irányába kellett elmozdulniuk. A keresletnek való megfelelés érdekében át kell rendezniük értékesítési csatornáikat, a gyártást, termékválasztékot pedig racionalizálni. 2022 kihívásának a tulajdonos azt nevezte, hogy eladásban megőrizzék az eddigi mennyiséget, még ha nincs is olyan nyereség belőle, mint korábban. A februári után ugyanakkor tovább egyelőre nem drágítanak, az ugyanis szerinte drasztikus visszaesést eredményezne. A 2019 előtti állapotok elérését illúziónak nevezte, komoly marketing támogatással és a pálinka eladhatóbbá tételével javítani lehetne a helyzeten, de a problémát szerinte ez sem oldaná meg.